Hello, szia! Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délelőttön, délutánon. Nálunk csodaszépen esik az eső. Most pont nem esik. Amúgy esik az eső, ilyen süt a nap, esik az eső. Tegnap videóban ugye mondtam, hogy a hétvégére meg erre a hétre ilyen időt mondanak, úgyhogy sok mindent nem fogunk csinálni, kivéve el kell menni valamerre, valószínűleg valami bevásárlóba megyünk, hogy ne üljünk itthon. De még mielőtt elkezdem ezt a mai videót, az elmúlt egy-két hétben a legtöbb a legtöbbet kérdezett kérdés: van-e a Lucasnak ilyen fidget spinner-e? Nem tudom, hogy hogy mondják magyarul, ez a csapágyas valamilyen. Ugye az ékvideóban már volt szó, de Lucas! Itt a Lucasnek a... hol van? A csapágya! Mondjuk azt, hogy csapágypörgője. Vagy hogy hívják ezt magyarul? Nem tudom. Nem tudom. Aki nem tudja, hogy ez micsoda, mert lehet, hogy mondjuk valaki nem tudja, mutatom. Legalábbis nem. A Lucas mutatja. Mutasd meg. Látod, hogy kell pörgetni az ujjadon. A kamerán úgy látni, hogy alig pörög. Élőben ez rettentő gyorsan forog. A kamerán nem látni, hogy hol... Látod? Furcsa! Na mindegy, nem bírja. Ez minden. Tudsz tanulni trükkök is. Ja, úgy kell dobálni, meg kell végül is tartani az ujjadra úgy, hogy ne essen le. És rettentő nagy divat, legalábbis volt a világban egy jó pár hónapja, Ausztráliában is elért most már mennyi? Egy hónapja? Két hónapja körülbelül? Szerintem most már lassan kimegy itt a divatból. És lehet kapni mindenféle fajtát, fehéret, feketét, műanyagot, gyémántosat, ugye Lucas? Hol vagy? Te látod a gyémántossal? Mit? Igazi diamondos? Hát azt mondom, gyémántossal. Van olcsó, van drága, ami 15 dollárért vettük, ami nem tudom, hogy mennyi egy dollár magyar forintban most, de mi 15-ért vettük. Van az a diamondos 10 000 dollár. 10 000 dollár, vannak ilyen drágák is. A kérdés következő: nektek milyen van? Műanyag, nem műanyag, fém, arany, ezüst, nagy, pici. Ami most van másfajta, nem? Ja. Vannak ezek, én láttam, nem csak ez a kocka van, alakú. Van metal, van ja, nem az anyagot mondom, hanem valami más formájú is van. Batman-es, csak egy bat. Ja, Batman-es, ilyen különböző fajta. Nektek milyen van? Vagy ha egyáltalán van, vagy nincsen. Ide a videó alá írjátok meg, hogy egyáltalán van-e nektek, ha van, milyen van, és hogy mennyire vettétek, mennyibe kerül ez nálatok Magyarországon, vagy éppen ahol nézitek. Látod, ilyen szépen nézek ki. Éppen onnét ugye nézitek a videót. Én nem tudom, én játszottam vele, engem annyira nem kötött le, pedig azt mondják, hogy egyszer meg fogod, nem tudod abba hagyni. Én abba tudtam hagyni, de lehet, hogy csak én vagyok. Ilyen, a Lucas az rettentően szereti, azóta mindig így pörgeti, meg pörgeti. Nem mindig, de sokszor. Hát jó, nem mindig, mert ugye mész iskolába, de sokszor. Davis is szeretje. A Davis az nem tudja pörgetni. Szervusz Davis, mi a újság? Hm? Hova mész? Aztán még mielőtt elindulunk, ugyanis nem értem haza a munkából, lerakom a sapkát, dolgoztam délelőtt. Tegnap este hoztak nekem valamit, ugyanis vásároltam valamit. Ez a valami, itt van kint, megmutatom. Csináltam egy pár fényképet róla, mindjárt megmutatom ezt a fényképet, ide jövök hátulra. Mutatom, hogy mit, valamit vásároltam, és meg is mondom, hogy miért vásároltam. Várjál, úgy mutatom, oldalra van állítva. Mutatom az udvart, és kint az udvaron. Ha lehet, hogy ti már sejtitek, hogy mi az. Egy csónakot vásároltam. Ahogy látjátok, ez a csónak, mutatom a fényképeket. Még én mondom nektek, hogy miért vásároltam, megmutatom, hogy hogy néz ki, milyen állapotban van. Nincs a legjobb állapotban, de ahhoz képest, hogy milyen, nincs olyan túl rossz állapotban. Tehát értitek, mit mondok? A hátteret ki kell cserélni, ugyanis ahova ugye megy a motor, az egy kicsit ilyen lukas, amúgy az egészen nem találtam lyukat. Tehát egész jó állapotban van, nem többért vettem, vagy nem kevesebbért, mint 100 dollárért. 100 dollár szerintem rettentően megért. Ez egy ilyen versenyhajó, New South Walesből, ez egy másik állam, mint mi nálunk Ausztráliába. Ott használták versenyre. 2 ülés megy bele, és ez az a hajó, mikor mennek ilyen ezen a folyón, így össze-vissza, ugye, és akkor nagyon gyorsan húzzák a kormányt, és néha nem megy át a izén, hanem minden átmegy, mert nem vette be a kanyar. Tudjátok, a sportcsatornán szokott, legalábbis nem szokott ilyen verseny menni, hogy mennek ezzel a hajó rettentő gyorsan. Ez motorral nem jött, csak a test jött, de meg szeretném csinálni. Végül is többet ér, mint 100 dollár, az illető azért adt el, mert költözik el, és hova költözik, nem fér el neki a cucca, ezért nagyon olcsó pénzért gyorsan el akarta adni, és én megvettem. És képzeld el, mivel nekem nincs utánfutom, lehozta nekem, képzeld el, Brisbaneből, ugye nekem nincsen utánfutom, és 100 dollárért megvettem, ebbe az árban lehozta nekem, letettük. Egy kicsit kitakarítottam, mert koszos volt, meg kell csiszolgatni, le fogom festeni, rakok rá egy kisebb motort, nem ilyen nagyon nagy motort, nem akarom, hogy rettentő gyorsan menjen. Csak annyi, hogy én, a Lucas vagy a Davis ugye belülünk és megyünk itt egy kört, körbe-körbe ki oda nyitott vízre. Közben csinálgattam ugye a másikat is, ami még mindig itt áll kint. A héten nagyon sok időm nem volt, még mindig csiszolgatom, lassan készen áll a festésre. És még van idő a végül is, mert van 3 hónap, ugye most jött meg a tél, majd tavasszal, olyan szeptember körül már ki lehet menni, most is ki lehet menni, de akkor már olyan jobb idő van, tehát el lehet menni hajózni, fürdeni azért még nem, de el lehet már menni ugye hajózni. Úgyhogy most ezt a 2 csónakot fogom csinálgatni apukámmal, valószínűleg holnap jön át, ahogy mondtam, elkezdjük a csónakot, megcsináljuk a hátulját, és irrettentően izgatott vagyok. A színeket, nem tudom, ilyen versenyszíneket. Lucas, milyen színeket csináljunk erre az új csónakra? Én azt mondom, hogy kéket, meg pirosat, vagy valami, vagy lehet, hogy valami matricát teszünk rá. Úgyhogy mi focizunk, vagy kosarazunk, ugyanis ez kosárlabda, nem focilabda, és elmegyünk valamerre valószínű. Zoknit húzunk, aztán indulunk. Davis próbálja húzni a zoknit, csak nem sikerül neki, ugye nekem kell segíteni. Aztán húzzuk a cipőt. Mit csinálsz? Ott! Ott! Látod? Tanul, ott! Tanul magyarul! Ott! Mi van ott? Hm? Ott az okni. Ott. Tudja mondani csücs. Ja, tudja mondani azt, hogy ott, most már ezt elég nem tudta. Azt tudja mondani, hogy csücs, aztán mit tud mondani magyarul? Hogy szevasz, azt tudja mondani. Szevasz. Aztán mit tudsz mondani magyarul? Hello. Az minden, az angolul is hello. Ja, na mindegy. Úgyhogy húzzuk azt a zoknit. És itt tartsa te a kamerát. Nem azt a zoknit, ezt a zoknit, aztán húzzuk a cipőt. Amúgy most mit látsz? Én nem látok. Visszafordította a Lucas az elcérét. Tudod, mit gondolkodtam? Mi? Azon gondolkodtam, hogy megint lehet, hogy ilyen újfajta vlogokat kellene csinálni. Ugye egyszer már volt ilyen újfajta vlog, ez a zenés vlog. Megint lehet, hogy olyan hasonlót kéne csinálni, gondolod? Azt mondja Lucas, nem. Nem tudom. Gondoljátok ide, videó alá írjátok, hogy mi gondoltok róla, ilyen zenés, de kicsit másképpen, tehát majd meglátjátok. Ugye néha itt-ott néha szeretek alakítani a videókon. Tehát van, mikor csak ilyen sima videóban zene nélkül, valahogy van benne zene, és régebben pár hónapja volt, hogy volt zene, meg timelapse, ilyen lassított, inkább gyorsított felvétel. Lehet, hogy valami... Egy újabb ötletem van megint, lehet, hogy meg fogok vele próbálkozni az elkövetkezendő 1-2 héten belül vagy hónapon. Ugyanis egy pár dolgot ehhez kell rögzítenem előre, hogy miért, azt majd meglátjátok. Ha gondoljátok, ide írjátok meg, hogy egy kicsit változtassak meg rajt, vagy maradjanak ezek a régi fajta ilyen videók. Na minden, ma meglátjuk. Úgyhogy húzzuk a cipőnket és induljunk. Várjál, nincsen még cipőd, Zoknit megvan, hol vagy? Gyere gyorsan! Van egy cipőd, felhúzta a cipőjét. Cipőjét is fel tudja húzni, csak nem tudja rendesen feltenni. Na minden, menjünk. Még mielőtt elmegyünk, megmutatom nektek, hogy néz ki ez a csónak. Várjál. Ja, a bót, itt a bót. Na, ezt a hátsó felét, ezt kell kicserélni. Ugyanis nem a legjobb állapotban van. Van benne ilyen luk. Ide be kell rakni egy ilyen, nem fadarabot, de tudjátok mit mondok, hogy ne ilyen legyen, rá lehessen rakni a motort. A belsőt egy kicsit kitakarítottam már. És az alján... Ja, mégis nincsen luk, csak egy ilyen van. Ezt ki kell javítani rajta. Ja, mindjárt megyünk, várjál. Úgyhogy ez meg a teteje. Úgyhogy ezt kell megcsiszolgatni. És szép új lesz. Ja, ott maradt a kábel, látod? A garázsban, itt nem tudunk bemenni, ugyanis nincsen kulcsa. Körbe megyünk, gyere. Gyere! Mit? Gyere, menjünk, gyere! Na itt a Lucas is néz! Amúgy a csónak, nem biciklizünk most, ide fog bemenni, ide az autó mellé, és ha esik, ha fúj a szél, mit csinálok? Itt nyugodtan lehet ugye festegetni, Mi van? Biciklizünk? Lehet nyugodtan festegetni, csiszolgatni. Help! Hát nem úgy kell beleülni, azt mondja, hogy segítsek neki, te! Ezt le kell róla majd venni, látod, mert ez a bébiknek van, még mindig rajta ez a bébi valami. Te le fogsz róla esni, gyere ide! Gyere! Olaj! Ide leteszed addig a kamerát, jó? Hoppá! Hoppá! Aztán te szépen oda beülsz, és elindulunk. És megérkeztünk, a Lucas meg a Davis majdnem ott elaludtak hátul, és a Lucas most hátul ül. Mi a helyzet? Néztem itt hátul cégem, hanem így elbópiskolt mind a kettő, így ment a zene, mi beszélgettünk itt a feleségemmel, ezek majd csak így hallgattak. Mi? Nyuszi, megérkeztünk. Úgyhogy bemegyünk, ami itt álltunk meg a parkolóba, szokásos helyünkön, és feleségem már kiszállt. Nincsen babakocsi. Rettentő régen nem hoztuk a babakocsit. Ja, majd én kiveszlek, megyek. Nekem kell kivenni a Davis-t. Ja, a Daddy-nek. Megyek. Mi a helyzet? Jött a Daddy. A sűz. Mi történt a cipővel? Mit találtál? $3. $3. Látod? Nem 15. Ez az aranyszín, ez nem igazi. Ja, de ez nem az igazi arany. Nem, de szép. Szép, három év felettieknek. Davis nem tudja kapni. Gyönyörű. De ez nem olyan jó minőségű. Nem? A tiéd az nehezebb, mint ez. Nem? Na mindegy. Kérsz egy aranyat? Ja, az lesz jó. Amúgy nézegetjük a gatyákat. Mi van? Mit húzod a gatyámat, te? Gyere! Nézzük a Lucasnak, keresünk valami farmer nadrágat. Ott vannak, nézd. Visszaérkeztünk, úgyhogy nézzük ezt a pörgentyűt, nézd. Ilyen. Ez ugyanolyan, mint a másik, de ugyanolyan nehéz. Azt hittem, hogy ez könnyebb, de látod? Én is meg tudom tartani. És Lucas, miért jó, hogyha van több fajta? Ugyanis vannak egy gyerekek, azt mondta Lucas, ugye? Akik gyűjtik őket, tehát mindenféle ilyen színűt, olyan színűt, mindenféle fajtát gyűjtenek. És ugyanazt csinálja mindegyik. Látod? Egy kicsit másabb. Odaadom, ugyanis én bontottam ki, és a Lucas-é nem az enyém. Na, amúgy vettünk farmer nadrágot mindenkinek, mármint a gyerekeknek. Mert kellett. A Lucas kinőtte, a Davis ő is kinőtte. Mit mondasz? Jaj. Hol az üveget? Hol várjál? Kéri a vizes üveget. Tessék, itt van. No, he doesn't. He's nem akarja. Vissza akarja adni. Na, úgyhogy, sem csinál... Na, nem más csinálunk, mint elindulunk hazafelé, de még mielőtt hazamegyünk, bemegyünk a szüleimhez. Nézd, mi történik itt áll a rendőrautó. Látod, valakit megfogtak, meg ott sokat kivettek az autóból. Na mindegy, ez esik az eső, aztán tudod mi ebbe az esős időbe? Az jó benne, hogy legalább nem kell megmosnom az autót, és így is poros volt, és nem akartam mosni, de tudtam, hogy jön az eső, és így lemosta. Az előbb néztem, olyan szép tisztán megmosta, és az a baj, hogyha sokat esik és sokat vezetek, akkor meg az sok kosz visszarágy az autóra. Úgyhogy előbb-utóbb így is meg kell mosni az autót. Na minden! Megérkeztünk, hazaérkeztünk, nézzük a tévét éppen, nemrég kapcsoltunk be egy-két perccel, nézzük a Davis-tel, és várunk a vacsorára. Nem más fogunk vacsorázni, mint én ezt egy ilyen fogyasztott pizzát valószínű, a Davis meg hotdogot, úgy döntött. Ugye? Ilyenkor nem lát, nem hal, és nézi ezt a Minion mesét. Azt mondom, hogy ez az, látod? Aztán mutatom, mit találtam a hűtőbe. Ugyanis tegnap este nézegettem a hűtőt, általában bele szoktam nézegetni, ugye, hogy mit akarok vacsorázni, és mutatom, hogy mit találtam a hűtőmben. Mikor volt húsvét? Oda néz. Húsvéti nyuszit, várjál, fordítva. Húsvéti nyuszit, ilyen marshmallows nyuszit. Aztán ezen kívül találtam még egy húsvéti nyuszit is, meg ilyen húsvéti... Nézd, ez csöcsörög. Látod? Hallod? Nem látod, hallod. Tojás. Ilyen húsvéti tojás. Még van belőle egy pár darab. Piros tojásból már szerencsére nincsen, azt megettük, de a csoki tojás, ez a csoki nyuszi, az ilyen dolgok nem nagyon fogynak, ugye mi nálunk. Majd valaki megeszi azért. Karácsonyra általában azért el szoktak fogyni. Jaj! Úgyhogy ezt a mai videót én most lassan befejezem, ugyanis most már semmi érdekeset nem csinálunk, holnap korán kelek, nem olyan túl korán, hogy nem meg dolgozni. Nekiállunk apukámmal a csónaknak. Mi a helyzet? Kezdesz álmosodni? Nem aludt olyan túl sokat ma délután, és kezd álmosodni, azt hiszem. Mi holnap reggel nekiállunk, én ahogy mondtam már alig várom, és megcsináljuk először a hátulját, és meg a többi dolgot is majd. Én alig várom, hogy nekiálljunk festeni, és ilyen szép színe legyen. Hogy milyen lesz a színe, még nem tudom. Lehet ilyen kékes, vagy pirosas, majd meglátjuk. Majd megmutatom nektek is valószínű, és hogy ki mit szól hozzá. Majd megmutatom újra a színeket, és azon a csónakon ugye eldöntöttük, hogy milyen legyen a szín, de ezen valamilyen sportosabb színet, vagy valami maticát, vagy valami valamit szeretnék, hogy hoppá, jobban és sportosabban nézzen ki. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnénk kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Húdásatét ültünk. Sziasztok! Szevasz! Szevasz! Szevasz!